Az ukrán fegyveres erők támogatási kérelmei alapján a Honvédelmi Minisztérium áprilisban 51,5 milliárd hrivnyát utalt át az ukrán katonák szükségleteinek finanszírozására. Jelentette ki Hanna Magyar védelmi miniszterhelyettes. Hozzátette, május 9-e és 16-a között a minisztérium szerződései alapján a harci egységek több mint 23 ezer golyóálló mellényt, 21 ezer sisakot, 19 ezer egyenruhát, 6 000 pár cipőt kaptak. Májlár hangsúlyozta, az orosz hadsereg megpróbálja megsemmisíteni tartalékainkat. Logisztikai létesítményeinket légi csapások érik, ezért intézkedéseket teszünk az erőforrások biztosítása érdekében. Hozzátette, az elmúlt hónapban az ukrán fegyveres erők egészségügyi egysége 6 páncélozott járművet kapott a sebesült katonák szállításához, és hamarosan 200 katona majd készen az állományba vételre.